Sziasztok, ez itt a Válaszotok. Én Oli vagyok, és a beszélgetésben itt van velem Ferkó, Kata, Kincső, Kamilla és Julcsi. Ma a bizalom kérdéséről fogunk beszélgetni. Mikor megszületünk, kisgyerekként mindenkiben bízunk, és ahogy felnőtté válunk, pont abban az életszakaszban, amiben mi vagyunk, fokozatosan elkezd szűkülni azoknak a köre, akikben igazán megbízunk. Mi ennek az oka szerintetek? Milyen korban, milyen életkorban következik be nálatok? Én arra nem emlékszek, hogy milyen életkorban következett be az a pont, amikor már nem bíztam meg mindenkiben, csak bizonyos emberekben. Viszont azt pontosan tudom, hogy ez azért következett be, mert előtte túl sok emberrel éreztem azt, hogy ők nem őszinték velem. Ahogy növünk fel, egyre több csalódás ér minket, ami miatt már nem leszünk olyan naívak. Egészen ilyen 15-16 éves koromig én tényleg feltétel nélkül nagyon sok mindenkiben megbíztam. És utólag ért egy csomó ilyen bántódás. Nagyon sok ember ezt így nem úgy kezeli ezt a bizalmi kérdést, hogy ez a bizalom tényleg egy nagyon fontos fogalom és egy kapcsolat két ember között. Akkor kezdtem el bizalmatlan lenni más emberekkel szemben, amikor egyedül kezdtem el járni mondjuk iskolába, és sok ismeretlen emberrel találkoztam. A szüleim megtanították, hogy bennük nem szabad feltétel nélkül megbízni, és ezután kezdődött el az, hogy már közelebbi ismerősökkel is megvizsgáltam, hogy érdemes-e bennük megbízni, és hogy tényleg hitelesek-e. Mennyi idő, mennyi együtt töltött perc kell ahhoz, hogy valakibe igazán tudjatok bízni? Én most kezdtem új iskolát, és lett több új barátom. És volt, akinél már tényleg az első percben, amikor elkezdtünk beszélgetni, éreztem, hogy az egyik legjobb barátom lesz. De van akinél még most se érzem azt, hogy ő benne meg lehetne bízni, és meg is szeretnék-e bízni. Én akár két perc után is megbízom bárkiben, hogyha azt érzem, hogy vele jóba leszünk. Nyilván most arra gondolok, hogyha bekerülök egy új közösségbe, és elkezdek valakivel beszélgetni. Viszont pont mostában tapasztaltam azt, a másik végletet, hogy van, akivel tényleg már hónapok óta mondjuk egy helyre járunk, és egyszerűen nem mondom el neki, hogy őszintén azt, hogy mi van velem, mert egyrészt nem érzem azt, hogy ő megérteni azt, amit én szeretnék neki mondani, másrészt nem is érzem azt, hogy kíváncsi lenne rám. Én azt is szoktam figyelni, hogy az ember, akiben meg akarok bízni, az hogyan viselkedik a körülötte lévőkkel. Mert lehet, hogy velem esetleg érdekből jól viselkedik, meg kedves, odaadó, viszont a többi emberrel meg gonosz. És én nem akarok egy olyan embert a bizalmamba fogadni, aki, ha esetleg meggondolja magát, velem is ugyanúgy fog bánni. Szerintem ez függ a kisugárzástól is. Ha nekem szimpatikus az adott életű, akkor lehet, hogy 5 perc után meg tudok benne bízni. De persze ezzel rengetegszer lehet hibázni, hogy olyan sor, akiben bízunk meg, akiben nem kellene. És ebben is, hát így párszor belefutok ebbe a hibába. Nekem még a szimpatikusabbakkal is 1-2 nap legalább kell, míg úgy igazán bízni tudok bennük. És szerinted ez egy jó tulajdonság? Olyan szempontból igen, hogy kicsit több időm van megvizsgálni, hogy benne tényleg lehet-e bízni, és nem fogok vakon megbízni olyanokba, akikben lehet, hogy nem kellene. Én abba is belefutottam már, hogy valaki megbízott bennem, és elmondott nekem egy titkot, vagy egy olyan problémát, ami őt nagyon bántja. Én viszont visszafele nem éreztem azt, hogy megoszthatom vele. Nyilván az, hogy valaki megbízik benned, nem jelenti azt, hogy neked is meg kell bíznod benne. Aki gyorsan adja oda a bizalmát valakinek, az gyorsan el is veszítheti utána. Szóval nem alakul ki nagy kötődés. Azt tapasztalom, hogy igazán akkor fáj felismerni, hogy nem bízunk valakiben, hogyha már nagyon hosszú ideje bíztunk benne. Szóval szerintem itt az idő egy nagyon fontos tényező. Hogyan lehet elszakadni szerintetek valakitől? Mekkora bajnak kell ahhoz történnie? Azt érzed, hogy elárultak téged, és utána többé nem vagy képes megbízni benne. Rajtam keresztül két ember megismerte egymást, és utána meg ez átalakult abba, hogy ők annyira jobban lettek egymással, hogy engem már teljesen kizártak és kiszorítottak ebből a barátságból, és így elvesztettem mindkettőjüket, mert nem csak hogy egymásra hangolódtak, hanem engem ki is taszítottak. Szerintetek, miután valakivel elvesztitek a bizalmat, utána azt újra lehet építeni? Ez attól függ, hogy mekkorát csalódtál az adott illetőben, mert ha csak egy kicsit, hogy mondjuk egy találkozóra nem jött el, viszont neked az tök rosszul esett, az nem feltétlen olyan nehéz utána mondjuk újra építeni, viszont egy nagyobb dolognál szerintem van olyan, hogy mondjuk lehetetlen. A bizalmat elveszíteni nagyon könnyű, viszont visszaszerezni már sokkal nehezebb, és ezért kell figyelni, hogy
a megkapott bizalmat soha ne törjük össze. Szerintem a bizalom akkor a legfontosabb, amikor olyan helyzetbe kerülünk, amikor segítségre van szükségünk, és nem tudunk bárkitől segítséget kérni. Ne csak a saját bizalmunkkal foglalkozzunk, hanem azzal is törődjünk, hogy mások bízhassanak bennünk. Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a bizalomról beszélgettünk. A teljes beszélgetést október 21-én 12:30-kor a Kossuth Rádióban hallgathatjátok meg. Én Oli vagyok, és a beszélgetésben itt volt velem Ferkó, Kata, Kamilla, Julcsi és Kincső. Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, és hallgassátok adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.